Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor. A témánk a vérnyomásmérés életmentő hatása. Szerintem egy csomóan azt gondoljuk, vagy én biztos, hogy azt gondolom, hogy hát az vérnyomás az, amivel én tehetek. Vagy én tehetek a magas vérnyomás ellen, hogyha úgy alakul, hogy magas, akkor jó, kipihennem magam, vagy valami. Az vagy a... ha túl alacsony. Vagy ha túl alacsony, igen, akkor én kiszok egy kávét, vagy mit tudom én, de hogy a... hogy szerintem ez az a betegség, vagy ez az a rendellenesség, amire nagyon sokan úgy gondolnak, hogy ez amúgy is javítható, meg rajtam múlik. És akkor most várom tőled azt a kérdést, hogy Robi, neked mikor mérték Robi, utoljára? Neked mikor mérték utoljára a vérnyomásodat? Akár hiszed, akár nem tegnap kb. Ilyenkor. Mi ne viccelj. Minden évben szoktuk a... De nincs semmi baj. Nem, épp azt akartam mondani, hogy minden évben a kollégáimnak van egy ilyen foglalkozás egészségügyi vizsgálat, és éppen tegnap volt nálunk a doktor úr, és alaposan átnézett mindent, és megmérte az én vérnyomásomat is. És rendben vagy. Legnagyobb meglepetésemre pont annyi volt, mint szokott lenni, 125/85, úgyhogy... Na, és akkor erről a meglepetésről szeretném majd kérdezni egyébként a vendégünket is, mert hogy vajon miért meglepetés az, hogyha valakinek éppen jó a vérnyomása is? Egyébként azt gondolja, hogy mindent megtett azért, hogy ne legyen jó a vérnyomása. Professzor dr. Torzsa Péter, a Szemmelweis Egyetem családorvos tanszék vezető egyetemi tanára a vendégünk. Halló, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Üdvözlöm. Kiket érint a magas vérnyomás betegsége? És ezt lehet-e betegségként tekinteni, vagy ez egy állapot? Még előtt egyik meg, hogy reflektáljak, mint a Szemmelweis Egyetem foglalkozásegészségügyi grémiumnak az elnöke, tehát nagy örömmel hallottam, hogy foglalkozásegészségi szűrés is történt, hiszen bizony, ott is történt vérnyomásmérés, tehát ezért is harcolunk, hogy a foglalkozásegészségi ellátás továbbra is jelen legyen Magyarországon, hiszen sok esetben a munkavállalók itt találkoznak orvosi ellátással, hiszen állandóan rohanunk, és a foglalkozásegészségi orvos, vagy régen úgy hívtuk, hogy üzemorvos, egy jó lehetőség arra, hogy a éves szűrővizsgálat során megmérje a vérnyomásunkat, és szembesüljünk esetleg azzal, hogy magas a vérnyomás, és esetleg ez kivizsgálást, nem gyógyszeres kezelést, vagy gyógyszeres kezelést indokol. És a kérdésére a válasz, igen, tehát nagyon fontos, hogy a vérnyomással foglalkozzunk, hiszen a magas vérnyomás, vagy úgy is hívjuk, hogy hipertónia alattomult, egy néma gyilkosnak szoktuk nevezni, hiszen a koronnak egyik leggyakoribb betegsége, elég alattomos, sok esetben tünetmentesen kezdődik az, hogy elkezd emelkedni a vérnyomásunk, és a gyakorisága életkor előrehaladtával egyre inkább nő. Még 40 év alatt körülbelül azt lehet mondani, hogy minden ötödik embernek van magas vérnyomása, addig ahogy idősödünk, 65 év felett már minden második, harmadik páciensünknek magas vérnyomásban szenved, és ezt kezelni kell, hiszen szövődmények alakulhatnak ki, és ezért is fontos felhívni erre a figyelmet, tehát nem csak tünetek lesznek a későbbiekben, de egyértelműen gyakrabban fordulhat elő szívinfarktus, stroke, tehát agyi érkatasztrófa, besebetegség, tehát nagyon sok esetben ezek a súlyos szövődmények lesznek azok, amik esetleg fölhívják a figyelmet, hogy esetleg évek, vagy akár nem járunk rendesen szűrésre, akkor évtizedeken keresztül fennálló magas vérnyomás károsította ereinket, és megjelennek a különböző krónikus betegségek. Honnan mondhatjuk azt egy vérnyomásra, egy vérnyomás szintre vagy értékre, hogy magas? Tehát van egy optimális vérnyomás, amikor a szisztolis értékünk 120 higgadtméter alatt van, ezt mutatja a vérnyomás férjének az első értéke, és a diasztolis értékünk pedig 80 higgadtméter alatt van. A kollégának, aki említette, azt hiszem 125 mennyi volt pont? 125/85 vagy 90. Tehát... Igen, tehát elvileg azt lehet mondani, hogy szisztolis értékben a normális vérnyomás tartományba tartozott, hiszen ott 120 és 129 közötti a szisztolis érték, és ebben a normálisnál 85 alatti, a higgadtméter alatti a diasztolis érték. Tehát elvileg, ha igaz volt, ami 89-et mondott a diasztolis értékre, akkor abban már a diasztolis értéke inkább az emelkedett normális vérnyomásba tartozott, ahol a szisztolis érték azt mondhatjuk, hogy könnyen meg egy 140 alatt van, 130 felett, és a diasztolis érték pedig 85 felett van, de 90 alatt, tehát az a 89-es érték az azt jelenti, hogy emelkedett diasztolis vérnyomásról beszélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy megegyezünk, hogyha 140/90 felett mérjük a vérnyomásunkat, akkor már valamilyen fokozatról beszélünk, tehát az első fokozat, hogyha ez nem éri el a 160 értéket a szisztolis értékben,
és nem ér el a 100 az viasztó és értékben. És akkor minél magasabb, akkor 2-3 fokozatú magas vérnyomásról beszélünk. Doktor úr, ez jelentheti azt, hogy a Róbert megnyugodhat? Tehát, hogyha eddig nem volt magas a vérnyomás, akkor már ezután sem lesz. Mindig ilyen volt, akárhányszor mérték nekem, mindig ez a tartomány. Na így, hát akkor pláne az a kérdés, hogy akkor, hogyha valakinek ez így beállt, azért Robi már 50-en túl van, és akkor az azt jelenti, hogy akkor ezután már kell-e félnie bármitől, vagy hogyha valakinek egész életében ilyen magas volt, vagy ilyen normális volt a vérnyomása, akkor az még változhat-e valamerre? Igen, én azt gondolom, hogy ha optimális vagy normális a vérnyomásokat előbb felsoroltam, akkor azt gondolom, hogy hátradülhetünk, és talán egy év múlva elegendő megnézni a vérnyomásunkat. De ahogy említettem, életkorral emelkedik a vérnyomás, tehát ha az ő esetében lehetséges volna, mivel a diasztó is értéke kicsit magasabb volt, 82, nagyon közel volt már a határon, azt mondjuk, hogy ez már mindenki oda kell figyelni. Az ő esetében mindenképp azt kérném, ha én lettem volna mondjuk a foglalkozás egész orvosa, hogy igenis otthon történjen a vérnyomásmérés, a helyes vérnyomásmérés, és igazából erre készült a Semmelweis Egyetemen egy oktatófilm, hogy hogyan mérjük helyesen a vérnyomásunkat otthon, hiszen ez rengeteg tévhit van, rengeteg olyan hibát el tudunk követni, ami miatt esetleg magasabbat mérünk, mint a tényleges vérnyomásunk, és ezzel az oktatófilmmel pedig abban is segítünk, hogy értelmezzük a vérnyomás értékünket, és felhívjuk a rendszeres vérnyomásmérést fontosságára a figyelmet a magyar lakosság körében. Ez a videó hol érhető el? Az egyetem oldalán, vagy publikusan YouTube-on, vagy igen, bárhol? Igen, tehát meg lehet egyetem oldalán, és innen végül egyetem oldalán átvisz a YouTube-ra, és ott, hogyha valaki beírja, hogy helyes vérnyomásmérés, Semmelweis egyetem, akkor nagyon könnyen megtalálja ezt a nagyon sokak által már megnézett filmet, hiszen pedig csak egy azt lehet mondani, hogy egy 10 napja tettük fel a YouTube-ra, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy na végre megértettem azt, hogy miért kell helyesen, és hogyan kell helyesen mérni a vérnyomást, és hát benne van a legújabb ajánlás, amit tavaly fogalmaztak meg az Európai Hipertenzitásság Milánóban, hogy most már 3-szor javasolt a vérnyomásmérés egymás után, 2-3 perces különbséggel, és az utolsó 2 értéket kell átlagolni, és nagyon tudjuk, hogy elvileg a rendelői vérnyomásmérés, ahogy volt itt a kollégánál is, a vérnyomásmérés az üzemorvosnál, foglalkozási orvosnál is nagyon fontos, de sokkal fontosabb az otthonunknak történő vérnyomásmérés, hiszen sok esetben, ahogy bemegyünk az orvoshoz, kialakul egy fehér köpeny magas vérnyomás, az nem is tudunk ellene tenni, tehát a vegetatív idegrendszerünk, hiába azt mondjuk, ismerjük az orvost, nem félünk, blazák vagyunk, de mégis magasabbat mérhetünk, mint az otthonunkban, ezért szoktuk kérni ezt az otthoni vérnyomás monitorozást, akkor egy hétig, hetente naponta 3 alkalommal, tehát egy hét alatt azt lehet mondani, hogy 3x7, tehát 21 mérés lesz a kezünkben, amivel meg tudjuk ítélni a páciensünknek az átlag vérnyomását. Ugyanezen ok miatt van az, hogy a 3 mérésből a másodikat és a harmadikat vegyük figyelembe? Amit a pár gondolattal korábban mondott? Aha. Igen, igaz, a fehérköpeny jelenség otthon is megtalálható, hiszen kicsit meg kell szoknunk a vérnyomásmét. Aztán utána szoktam mondani a pácienseimnek, hogyha ha megszokták, és mondjuk a 3 mérés egyformát mutat, akkor szép lassan azt lehet mondani, hogy akkor ő már megszokta a vérnyomásmérésnek a technikáját, a vérnyomásmérőt, és már nem fél tőle, és akkor lehet, hogy már az első mérést is beírhatja, hiszen azt lehet mondani, hogy neki már az első mérés is mutatja a valós vérnyomás értékét, de így van, általában szokott lenni, hogy a második már kisebb, és a harmadik meg még alacsonyabb a vérnyomás érték, ahogy elkezdjük megszokni a vérnyomásmérésnek a technikáját. Gondolom, hogy ezért van az, hogy a hazugságvizsgálatnál az első számít. Így van, pontosan, legalább igen. Micsoda logika. Érdekes analogia. Igen. Az elején említettük ugye azt, hogy mitől kell félni, milyen magas vérnyomás, és ugye én a legelején arra utaltam, csak ki nem mondtam, hogy ugye ez egy passzív állapot. Szóval, hogyha magas vérnyomásunk lesz, ugye ez az, amire azt gondoljuk, hogy azért van, hogy mert mit tudom én, éppen stresszesek vagyunk, vagy arra az időszak, nem pihentük ki magunkat, nem helyes az étkezésünk, stb. Mégis ugye a magas vérnyomás az ezektől, bár nem független, mégis nincsen ráhatásunk, tehát valahol ez egy passzív állapot. Mik azok a tünetek, amik egyszer csak eljönnek, anélkül, hogy számítanánk rá? Hát igen, mert mondjam, én nem megsemmítettem, tehát 30% a magyar lakosságnak azért magas vérnyomásban szemben, tehát nem egy ritka betegségről van szó, és ahogy említettem, lehetséges, hogy csak a tünetek jönnek először, még nem is mértünk vérnyomást, ez lehet az, hogy rosszabb a közérzetünk, fáj a fejünk, kipirulunk,
úgy érzük, hogy nehezen tudunk koncentrálni, akár még ilyen nehezebb légzést is tapasztalhatunk. Ezekben az esetekben mindenképpen azt szoktam javasolni, nézzük meg a vérnyomásunkat, és lehet, hogy vérnyomás kiugrás, vagy tartós vérnyomás emelkedés okozza a panaszainkat, és ebben már mindenképp, ahogy a film is kitért arra, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, amikor elkezdjük a vérnyomás mérést, akkor a vérnyomás előtt legalább 30 perccel már ne fogyasszunk koffein, vagy alkoholtartalmú italokat, és mellőzzük a dohányzást, mondjuk a dohányzást abba is kell hagyni, de mondjuk ha valaki dohányzik, akkor előtte fél órában ne dohányozzon. Mindenképpen ne legyünk fontos, hogy elmenjünk toaletre, hiszen hogyha teli a hólyagunk, tehát egy vizelési ingerünk, az is emelheti mondjuk a vérnyomásunkat, és egy olyan csendes szobahőmérsékletű helyiségbe üljünk le, ahol tudjuk, hogy nem fognak zavarni, nem fog csörögni a telefon, nem fog berohangálni bárki, aki megzavarja a mi állapotunkat, sem ez vérnyomás emelkedés okozhat, és egy 3-5 percet üldögéljünk, akár olvasgathatunk, és akkor kezdjük el a vérnyomásmérést. Fontos, hogy ülés közben támasztjuk hátra a hátunkat, tehát mindenképp egy olyan karosszéket választunk, ahol kényelmesen hátra tudunk dőlni, mindenképp el szokták rontani, a keresztbe teszik a lábukat, esetalancsolikat, tehát mindenképp a talpunk legyen a talajon, a felkarunk legyen fedetlen, hogy könnyen fel tudjuk tenni a felkaros manzsettájú készülékének a manzsettáját. Nem javasoljuk a csuklóvérnyomás mérés, hiszen nagyon szóra mérése, a mérési eredményessége, tehát inkább mindenképp a validált felkaros vérnyomásmérőket kezdjük el, és mindenképp a felkar közepe, tehát mindenképp arra figyeljünk, hogy magunk úgy helyezkedjen el, hogy amikor föltesszük a manzsettát, akkor elvileg a manzsetta a szív magasságában legyen, és a manzsettának az alsó része körülbelül másfél-két centiméter legyen a könyökünk felett, és szorosan helyezkedjen el a felkarunkon. Do it yourself. Most ezt remélem, hogy mindenki jól megjegyezte, hogy hogyan kell jól vérnyomást mérni. Doktor úr, egyet áruljon el. Találkozott már olyan pácienssel, akinek azért volt magas a vérnyomása, mert nap mint nap felrántotta magát a híreken? Tehát javasolt már olyat valakinek, hogy olvasson kevesebbet híreket, és a külvilágból kevesebb negatív hatást szűrjön le magának? Hát azt igen, tehát az lehetséges nem csak a tévében, de mondjuk akár egy munkahelyi stressz, vagy például az otthonban történő akut stresszállapot megemelte a vérnyomásunkat, de azt tudjuk, hogy az akut stressz nem okoz olyan súlyos szövődményeket, mint a krónikus stressz. Tehát ezért kell olyan fontos, hogy a stresszkezés megcsinálni, hogy valakinek állandó stressz hatás alatt van, vagy azért, mert olyan a személyisége, vagy azért, mert tényleg olyan a munkakörülménye, vagy a családi helyzete. Tehát a krónikus stressznek van igazából szövődményeket kialakító hatása, tehát ezt meg kell szüntetni, és nem beszéltünk még a rendszeres testmozgásról, tehát nagyon fontos, hogy rendszeresen mozoljunk, de mondjuk ne vérnyomásmérés előtt, tehát mindenféleképpen a testmozgást tegyük a vérnyomásmérés után, hiszen ez emelheti átmenetileg a vérnyomásunkat, tehát a rendszeres testmozgásnak stresszoldó hatása van, és ez mindenféleképpen ez része a nem gyógyszeres kezelésének a magas vérnyomásban szenvedő pácienseknek. Mérjünk-e pulzust, vagy mérjünk pulzust is vérnyomásmérés? Ezt lehet, hogy évente nem csak egyszer, hanem akár minden nap megnézhetjük a pulzusunkat, de nekem van-e értelme? Hát jó hírem van, tehát aki automata vérnyomásmérőt használ, hogy már beszéltük, az első érték a szisztolés érték, a másik érték a diasztolés, és ott megjelenik már a pulzusszám. De minden esetben azt is nézzük meg, hiszen nagyon fontos, hogy milyen pulzusszámot látunk, és az is nagyon fontos, az legyen 80 alatti. Tehát valaki azt látja, hogy állandóan 90 feletti 100-as a pulzusszám, ha a vérnyomásmérése rendben van, tehát a szisztolés diasztolés érték, már a pulzusszám miatt menjünk, keressük meg a családorvosunkat, hiszen ki kell vizsgálni, ennek lehet az oka például egy pajzsmirigy túlműködés, de lehet akár valamilyen ingerképzési probléma is állhat a gyakori pulzusszám fölött, vagy például valakinek egy vérszegénysége van, és emiatt kompenzál, emiatt van már szaporált pulzusa. Tehát nagyon sok esetben emiatt indul esetleg egy kivizsgálás, hogyha valakinek szaporább a pulzusszáma. Egyre több ember hord mindenféle okos eszközöket, okos órákat, egyebeket. Azok az eszközök alkalmasak gyakorlatilag ilyenfajta diagnosztizálásra, vagy részben alkalmasak? Ja, vagy csak becsapjuk magunkat vele. Az okos óráként szerintem a jövő. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy a különbség, de amiket látok néhány nagyon jól, például jelzi, hogy valakinek magasabb a pulzusszáma, jelzi azt, hogyha ritmuszavara van, például egy titva, fibrilláció, hogy bármit ki tud már jelezni,
Van, amelyik már akár vérnyomásérték is tud mutatni, de ezek még nem megbízhatók. Én azt gondolom, hogy ha valakinek okos órája van, érdemes kicsit próbálni, összehasonlítani, tehát mindenképp az automata vérnyomásmérők azért jobban mutatják a mi vérnyomásunkat. De ha nézzük, hogy mennyit mutat az okos óránk, és mi van mondjuk a vérnyomásban, és ha nagyon hasonlít egymáshoz, akkor azt lehet mondani, hiszen sokkal kényelmesebb folyamatosan tudja monitorozni, hogy támaszkodhatunk rá, vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy ha nagyon magasat mér, akkor igenis nézzük meg vérnyomásmérővel, hiszen lehet, hogy ezt fog először jelezni, hogy nekünk, mondjuk idősödtünk, vagy elkezdtünk egészségtelen módon élni, többet testsúlyunk növekedett, ebben az esetben is elindulhat a vérnyomás emelkedés, és akár az okosóra is jelezheti mindezt. Lehetséges az, hogy a vérnyomásunk elér egy olyan szintre, ami már adott esetben azonnali orvosi beavatkozást igényel, ugyanakkor ezt nem érezzük? Lehetséges ez? Nagyon gyakran előfordul, tehát nagyon gyakran tényleg szűréskor látjuk, hogy tegnap is rendeltem, és bejött az egyik páciensem, és előtte mindig rendben volt a vérnyomás, hogy 180/110-es vérnyomás mértem nála. És akkor elkezdtük neki rögtön persze a vérnyomás csökkentés rendelőben is, és azon nyomban az orvos elkezdi a kivizsgálást. Tehát nagyon fontos tudni, hogy mindig nézzük azt, hogy mekkora a rizikója, elégendő a nem gyógyszeres kezelés, de már olyan helyzetek is vannak, amikor azt mondjuk a 3-as fokozatú magas vérnyomást, hogy igen, neki már fix kombinációban el kell kezdeni a vérnyomás csökkentő kezelést is, hiszen nagy a rizikója, és aztán persze rögtön csinálunk egy EKG-t, ami már megmutatja például az EKG is, hogy ez a fajta vérnyomás emelkedés ez egy rövid távon indult, vagy esetleg az elmúlt 1-5 év alatt már magas volt a vérnyomása, és akkor láthatjuk azt is, hogy a bal kamra esetleg már megvastagodott a páciensnek, ezt már jól lehet látni az EKG-n. Neki egyébként semmiféle egyéb tünete nem volt, tehát nem ezért fordult önhöz, hanem ez egy ilyen teljesen standard. Vagy genetikailag érintett volt a magas vérnyomásban. Hát az életkora, tehát az életkora erről igazából 58 éves férfiról, aki elhízott is volt, dohányzása szerencsére nem volt, de hát volt egy közepes fokú alkoholfogyasztása, az alkoholt is persze abba kell hagyni, hiszen már tudjuk, hogy egyáltalán nincs jótékony hatása az alkoholnak, de az is igaz, hogy én rögtön azt kértem meg, és hát jön majd hozzám vissza, hogy vegyen a patikában egy vérnyomásmérőt, és ahogy azt mondtam, ez az otthoni vérnyomás monitorozás, ez a nappali vérnyomás monitorozás, ezt elkezdjük, és akkor rögtön meglátjuk, hogy otthonában is tényleg magasak az értéket, mert még mindig elképzelhető, hogy neki esetleg fehérköpeny magas vérnyomása van. Mit várnak egyébként attól, hogyha a társadalom rááll erre, vagy a társadalom nagy része otthon is méri a vérnyomását? Milyen eredményeket lehet ezzel elérni? Hát visszakérdezek, mit gondolnak, mi lehet ennek az eredménye. Hát gondolom azt, hogy hamarabb elmegy az ember orvoshoz, hogyha valami kilengése van, viszont az is járhat ezzel, hogy túl gyorsan születnek öndiagnózisok. És akkor már kész diagnózissal áll oda az orvos elé a beteg. Szóval meddig kell elmennünk, meddig lehet elmennünk az öndiagnózisban a vérnyomás méréssel? Hát igazából, hogyha bejön egy beteg, és azt mondja, otthon mértem a vérnyomásokat, utána olvastam nekem, mit tudom, nem is azt mondja, hogy nagyon fokozatú, de nekem egyértelműen magas vérnyomás, akkor én megköszönöm. Tehát igazából ez a fajta mérésnek nagyon sokat segít, hiszen már előre viszi, és nekünk már csak azt kell mondani, itt persze azt felülbíráljuk, hogy ténylegesen felülvizsgáljuk, hogy igaza volt, de általában azt gondolom, hogy ha használta nekünk a vérnyomásmérőt, utánosolt, akkor biztos, hogy látja ő is a rizikófaktorait, mutatja a vérnyomás naplót, erről nem is említettem, mindig szeretem, hogyha a vérnyomás naplóban, de most már vannak olyan készülékek, amik már önmagukban rögzítik, akár a felhőbe fel lehet tölteni a vérnyomás értékeket. Tehát én igazából ez egy segítség, és azok az anyagok, amik a magas vérnyomás kapcsolatban születtek, ezek meg mind nagyon legtöbbször jó minőségek abban, hogy már mutatják, hogy mit kell tenni, és ebben benne van persze a családorvosi kezelés és a gyógyszerkezésnek a megindítása. Tehát én azt gondolom, hogy ha mindenki elkezd otthon mérni a vérnyomást, akkor egy nagyon-nagy előre tudnánk lépni előre, hogy korábban tudnánk felismerni a magas vérnyomás betegséget, hiszen nagyon jó gyógyszereink vannak, tehát ha jól elkezdjük, amikor elkezd emelkedni, elkapjuk, elkezdjük kezelni, akkor a korábban felsorolt szövényeket meg tudjuk előzni. És akkor tényleg egy jól kordában tartott, normál vérnyomással élő pácienseink lesznek, és akkor hosszú távon a szövődmények jóval ritkában fognak előfordulni. Doktor úr, maradt fél percünk. Ebben egy kérdés még engedjen meg. Az előbb felkaptuk mind a ketten Roberttel a fejünket az otthoni akut stressz kifejezésnél. Mire gondolt egész pontosan?
Hát azért lehetséges, itt azért lehetnek kamasz gyerekek is, ahol amikor bármi, de lehet egy családi betegség, egy valakinek a hozzátartozókat elvesztése. Tehát ezek az állapotok, ezek nagyon könnyen fölemelhetik a vérnyomásunkat, de abban a pillanatban, hogy utána végül is vagy megbeszéljük, akkor ezek visszamennek. Tehát azt gondolom, hogy az akut stressz, az okozhat vérnyomás kiugrás, de aztán szépen ez vissza is megy. Tehát ez nem károsítja az ereinket, szemben a krónikus stresszel, aki esetleg folyamatosan érzi, hogy nehezen tudja megküzdeni magát mondjuk a munkai problémákkal, a családi problémákkal, vagy igazából csak olyan szorongásai vannak, amelyek mindez stresszt okoznak, és ezek viszont egyértelműen rossz hatással vannak. Még egy fontos üzenetet szeretnék még, hogyha valaki viszont éjszaka hangosan horkol, légzésszünetekkel, naplószékonysága van, akkor is mérje meg a vérnyomását, lehet, hogy alvási apnoja van, és ebben az esetben például a 24 órás vérnyomás monitorozás sokat segíthet, hogy eldönthetjük, hogy a páciensnek esetleg ez a súlyos szövődményeket okozó, egyben magas vérnyomást okozó betegsége van. Köszönjük szépen, hogy itt volt és rendelkezésre állt dr. Torzsa Pétert, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát hallgatták az elmúlt 10-15 percben egy nagyon érdekes témáról. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, mérjék rendesen a vérnyomásukat, előzzük meg a magas vérnyomás betegséget. Legyen így. Na jól van, Robert, ez volt már az egészségkód is. Szuper beszélgetéseink voltak ma is, úgyhogy folytatjuk a jövő héten. Ma is tanultunk valamit. Köszönöm a szerkesztést, és hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. És önöknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.